Tisztelt egybegyűltek, tisztelt ünneplők! Köszöntöm Önöket március 15-i megemlékezésünkön. Március 15 jelkép lett. Jelképe és szimbóluma nem csak egyetlen tavaszi napnak, hanem az azt követő másfél esztendőnek és a további magyar történelmi események szabadságküzdelmének. Forradalmi láz söpört végig Európán, de bátran mondhatjuk, a magyar forradalom és az azt követő szabadságharc volt abban az időben a legmeghatározóbb az egyetemes történelemben. A magyarság azóta minden évben megemlékezik egyik legnagyobb történelmi eseményéről. A forradalom nem győzött, mégis eredményeket ért el. Tiszteletből a magyar ember szerte a világban március 15-én kokárdát tűz a mellére. Nem azért teszi, hogy lássák, hanem hőseink iránti tiszteletből, hazafiságból. Azok előtt, a hősök előtt tisztelegve, akik a szabadságharcban harcoltak. Olyan hősök ők, akik nem nyerték meg a harcot, de mégis győztek. Kivívták a nemzet tiszteletét, és beírták nevüket a magyar történelembe. A forradalmi eszmék szerzői a márciusi ifjak, Petőfi Sándor, Irinyi József, Jókai Mór, Vajda János, Vasvári Pál, vagy éppen a mindössze 16 éves Hatala Péter. Akik felsorakoztak Kossuth Lajos, Veselényi Miklós, Deák Ferenc, Batthyány Lajos mellett. A forradalmi eszméket olyan erő tüzelte, olyan erős nemzeti érzés, olyan hatalmas szabadság utáni vágy, mely nem tántorította el a forradalmárokat a már első látásra is túlerőben lévő császári ellenséggel szemben. A 48-as forradalmárok tudták, mit kockáztatnak, tudták, mivel fizethetnek, a legdrágábbal, az életükkel. Ennek ellenére sem hátráltak meg a haza és a magyarság előre mozdítása érdekében. Harc és csataterek alakultak ki szülőföldünkön, és a magyarság felvette a harcot az elnyomó csapatokkal, és küzdött függetlenségéért, küzdött szabadságáért. Nagyon súlyos veszteségek és véráldozatok érték hazánkat. A forradalom leverését, a szabadságharc elvesztését követő megtorlás hosszú évtizedekig gyógyíthatatlannak tűnő sebeket ejtett a magyarságon. Petőfi Sándor Magyar vagyok című versét elszavalja Kopasz Blanka. Magyar vagyok. Legszebb ország hazám az öt világrész nagy területén. Egy kis világ maga. Nincs annyi száma, hány a szépség gazdag keverén. Van rajta bérc, amely tekintetet vét a Kaszpi-tenger habjain is túl. És rónasága, mintha a föld végét keresné, olyan messze-messze nyúlni. Magyar vagyok. Természetem komoly, mint a hegedűink első hangjai. Ajkamra felröppen a mosoly, de nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képen, magas kedvemben sírva fakadok, de arcom víg a bánat idejében, mert nem akarom, hogy sajnáljatok. Magyar vagyok. Büszkén tekintek át a múltnak tengerén, ahol szemem egekben nyúló kősziklákat lát. Nagy tetteidet, bajnok nemzetem. Európa színpadán mi is játszottunk, s miénk nem volt a legkisebb szerep. Úgy rettegi a föld kirántott kardunk, mint a villámot éjjel a gyerek. Magyar vagyok! Mi mostan a magyar? Hold dicsőség halvány kísértete? Fölföltön is lebúvik nagy hamar, ha vert az óra, ott van mélyébe. Hogy hallgatunk? A második szomszédig alig, hogy küldjük életünk neszét. Saját testvérünk, kik reán készítik a gyász gyalázat fekete mezét, magyar vagyok. S arcom szégyenben ég. Szégyellenem kell, hogy magyar vagyok. Itt mi nálunk nem is hajnalik, még holott máshol már a nap úgy ragyog. De semmi kincsért, sírért a világon el nem hagynám én szülőföldemet.
mert szeretem. Hőn szeretem, imádom. Gyalázatban is nemzetemet. Republik, ezt a földet választottam. Hallgassuk meg Csabány Attila előadásában. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Miskolci megyei levéltári dokumentumai és visszaemlékezései között olvastam egy egészen szívbe markoló történetet, amely nem egyedi. Egy vidéki, zempléni ifjú sorsát, amit Árva Ferenc tollából ismerhettem meg. A szülőföldem folyóiratban megjelent cikk címe Győztesen vagy sohasem térni vissza. Egy zempléni önkéntes története 1848-ban. Fáj Gyula, ez a zempléni fiatalember társaihoz hasonlóan önként, lemondva a megyei hivataláról, s közéleti pályáját feláldozva, családját otthon hagyva, elment a harctérre, hogy saját kezüleg fegyverével is megvédje Magyarország szabadságát és önállóságát. A fiatalember tette, mai szemmel nézve elhamarkodottnak is, talán meggondolatlannak tűnhet, de őt kötelezte a családi hagyomány és a kor szelleme. Rokona volt annak a Fáj Andrásnak, akit a haza mindenesének neveztek, és fia annak a Fáj Ferencnek, aki Zemplén vármegye táblabírája és szolgabírája volt.
Az ifjú Fáj Gyula tagja lett gróf Andrássy Gyula és gróf Baj Károly szervezte szegény legény társulatnak, akik jelentős szerepet játszottak a forradalmi időben. A márciusi események után megindult a 12 pont 5. pontja alapján javasolt nemzetőrség felállítása. Zemplén vármegyében elsőként alakultak meg a homonnai, sárospataki nemzetőrségek. A gálszécsi járásban Fáj Gyulát választották meg a nemzetőrség parancsnokának, majd gróf Andrássy Gyula kinevezi a zempléni vármegyei vezetőség javaslatára a gálszécsi járás szolgabírói hivatalára. Erről a tisztségről mond le augusztusban, hogy lelkiismereti kötelességének eleget tegyen. Amikor a minisztertanács elrendelte a 10 000 főből álló önkéntes sereg felállítását, Fáj éppen a mennyegzőjére készült. És rögtön a mennyegzője utáni reggel Kassára ment. A 9. zászlóalj a híressé vált vörös sapkások közé. Először Debrecenbe, majd a délvidéken zajló harcokban vezénylik a zászlóaljat. Lagersdorfnál egy ellenséges előőrse folytatott hűséges küzdelemben nagyon súlyos sérülést szenvedett. Zemplén vármegye kicsiny fiának haláltusáját Ballaú Lajos altiszt és egy másik zemplénfi, Újfalusi Endre bajtársa kísérte végig, míg a fehér templomi szőlők alatt végleg visszaadta lelkét teremtőjének. Vármegyénk egy kitűnő fiának történetét azért választottam és tartottam fontosnak elmesélni, mert általa a forradalom és a szabadságharc szellemiségét, történetét egy kicsit másféle megvilágításban talán közelebb érezhetjük magunkhoz. Bármennyi idő telik el 1848 óta, úgy gondolom, hogy állandó érvényűek Jókai gondolatai. Míg magyar él, míg szabad ember éle honban, kegyelettel fogunk visszagondolni ez évre, annak történelmére és történetalkotó alakjaira. Dicsőség a halhatatlanoknak. Petőfi Sándor a Magyar Nép című versét előadja Balabás Patrik. Szabad a magyar nép, szabad valahára, kinek láncot vertek kezére, lábára, s görbed derekával a rabigát vonta, mintha csak állat és nem ember lett volna. Szabad a magyar nép, fejét föltarthatja, kénye kedve szerint kezeit mozgatja, s mely előbb bilincs, mint őtet szorította, a vasat, mint kardot, ő szorítja mostan. Szabad a magyar nép. Lejárt a napod, német. Nem táncoltatott te többé ezt a népes pióca módjára, nem szívod a vérét. Megfizette Isten gonoszságot bérét. E földön legyen úr a tót vagy a német? E földön, hol annyi vitéz magyar vérzet. Magyar vér szerezte ezt a dicső hazát, és magyar vér 1000 évig oltalmazá. Nincs itt urasága csak az egy magyarnak. S kik a mi fejünkre állani akarnak, azoknak mi állunk a feje tetejére, s vágjuk sarkantyunkat szíve közepébe. Vigyázz, magyar, vigyázz! Éjjel is ébren légy. Ki tudja, mikor üt rajtad az ellenség. Ha eljön, úgy jöjjön, hogy készen találjon. Még a félhalott sem maradjon az ágyon. Haza és szabadság. Ez a két szó, melyet először tanuljon Dajkától a gyermek. És ha a csatában a halál eléri, utószor e két szót mondja ki a férfi. Ismerős arcok nélküled előadja Csabányi Attila. Oh.
Megemlékezők, a koszorúk elhelyezése következik.
Rudi, szabadnak születtél. Előadja Csabányi Attila. Sarkantyús Néptánc Együttes férfi táncosainak verbunkja következik.
Köszönjük, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. Megemlékezésünk zárásaként énekeljük el a szózatot.